Hölgyeim és uraim, visszatértünk a Sztyeppékait a Róm 2 keretein belül. Megmondom őszintén, hogy már egy jó 2-3 hónapja nem rögzítettem, hogyha követitek mondjuk a Warbandet, akkor ugye tisztában lettek azzal is, hogy ennek nagyon sok oka van, de az egyik elsődleges az többek között az, hogy az asztali gépen bemondta a kulcsot, leadta a kulcsot. Most úgy tűnik, hogy jó, lekapogom. Igen. Ha elsötétül a monitor és nagyon hülyén vigyorgok rá, akkor mindannyian tudni fogjuk, hogy mégsem annyira jó. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy jelen pillanatban működik, úgyhogy... Hooray for that, I guess. Itt is volnánk, azért még egy kicsit szocializálódnunk kell a játékkal, hogy körbenézzek, hogy mi újság. Addig, engedjétek meg, hogy elmondjak egy, hát nem olyan nagyon fontos dolgot, de azért mégiscsak. Elégedetlen voltam a Róm 2 videók minőségeivel, mindegyik videó minőségével, de különösen a Róm 2-nél ütközött ez ki véleményem szerint. Különösen olyan, amikor így wow, gyorsan ide-oda mozgott a képernyő, és a szarul nézett ki. Anyway, új kodeket kezdtem el használni a tömörítéseknél, és arra szeretnélek titeket megkérni, egyébként ennek a hozadéka lett az is, hogy... ja igen, itt a... aha, jó. Tehát annak, ez, ennek az lett a hozadéka, hogy a videók, a kész videók kétszer akkora méretűek lettek, tehát kétszer akkora helyet is foglalnak el. Egyrészt másrészt kétszer annyi időbe telik, amíg fel tudom őket passzírozni a nagy büdös internetre. De ha a minőség ettől jobb lesz, tehát hogyha a YouTube-nak a belső tömörítése nem kúrjasszana szét a dolgokat, akkor én úgy vagyok vele, hogy ez mocskosul megéri. Hogy ez tényleg így van-e? Nos, ebben kérném a segítségeteket. Ettől a skíti a videótól kezdve használom az új tömörítést. Ha összevetitek őket a régi videókkal, és tényleges, érdemi minőségbeli előrelépést tapasztaltok, akkor én úgy vagyok vele, hogy ehhez az új rendszerhez fogunk ragaszkodni a jövőben, mert ennyit szerintem megérdemel feltétlenül. Jó, tehát ennyi lett volna alapvetően, és közben ahogyan végignéztem a dolgokat, ugye itt van a The Howling Wolves, akik elfoglalták Szirakénát karöltve kedves kollégáikkal, a jurta égetőkkel, csak aztán ővelük csapattuk tovább a dolgokat. És hogyha jól emlékszem, megdöbbentő, hogy mennyire jó a memóriám ahhoz képest. Foleranos nagy mértékben segített minket abban, hogy szétválasszuk az Ardán csapatokat. Vagy nem így volt, vagy úgy volt, hogy az egyik csapattestük itt egy ilyen... rohamléptékben, erőltetett menetben rohangált ide-oda-amoda, és őket kaptuk el rajta ütéssel. Hát akárhogyan is, hogyha jól nézem a dolgokat, akkor ugye pénzünk az gyakorlatilag semmi. Valamit kutatunk. Plains Horsemanship így van feltételezhetően azért, hogy legyenek... miért van itt két ja persze, mert ezt most foglaltam el, tehát ezt majd át fogom építeni. És ha jól emlik, akkor Claypiten gondolkodtam, de erre még majd visszatérünk, amint lesz pénzem, lesz technológiám. Szóval egy kicsit olyanok vagyunk most itt Skeetiában, mint a jelenkori Magyarország, hogy lesz itt minden gyerekek baszki. Ha lesz pénz, ha lesz technológia, ha lesz nyugat élet, akkor minden lesz, minden. Addig még egy kicsikét úgy összehúzzuk a nadrágszíjat, jó? Ezt fogjuk csinálni itt is. És azért kutatom ezt a cuccot, hogy legyenek Step Army Blasters, az annyira nem érdekes, és Skithian Royal Skirmishers, ami viszont nagyon-nagyon érdekes. Tehát erre akartam nagyon rágyúrni. Na most még az egy erős kérdés, hogy az egy dolog, hogy kifejleszem a technológiát, de mi lesz az a pénz, amiből én megépítem ezt a Large Shardet, tehát nagy ménest, de erre majd visszatérünk akkor, amikor ez már érdemi probléma lesz. És ezt feltételezhetően azért hagytam meg, mert egy fokkal helyesebben szóval egyetlen egyel több élelmiszert termel. Aha, jó, nagyszerű. Még mind gondolkodtam? A kém, igen, Irbész, ugye? Így van, ővel azért derítek fel, hogy esetlegesen egy néhány kereskedelmi egyezményt nyílbe tudjak ütni, de úgy rémlik ez is, hogy nem nagyon vannak ilyen tekintetben sikereim. Mondjuk egyedül bort állítok elő, ami nekem, mint Skeetának teljesen elégséges, de lehet, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy így nagy mértékben elkezdjünk kereskedni más kollégákkal. Pontus például, Pontusszal van egy mondjuk megtámadási szerződésünk. Köthetnénk egyet, nem? Jó, akkor nem kötünk.
próbálkozunk meg így például. Szerintem nagy mértékben segítene a helyzetemen, hogyha legalább a környéken egyetlen egy kollégával lenne egy ilyen meg nem támadási buzernyákságom. Kivel vagyok még viszonylag jó viszonyban? Hát például Trapezosszal, ugye? Ővelük kereskedek is, és van is egy meg nem támadási szerződésem. És Trapezosz védelmi szövetségben áll Pontosszal, tehát pusztán diplomáciailag egy racionális dolognak tűnik, hogy Pontosszal próbáljam elmélyíteni a kapcsolataimat. Azonban visszatérve elsősorban a kereskedelemre, ez gyakorlatilag az esélytelenség határa is súrolja. Így van, tehát akkor ezt akár el is felejthetjük. És mivel annak idején, évszázadokkal ezelőtt úgy hagytam abba a rögzítést, hogy a körből már csak egyetlen egy teendőnk maradt, hátra, ha jól emlékszem, mégpedig Szamandár bevétele. Akkoriban is mocskosul féltem ettől a csatától, és ez most sincs így. De úgy látszik, hogy hogy ennek a trash műfajnak, mint például az a Let's Play-es hülyeség, és megvannak a nagyon nagy élet tanulságai, és ezt, hölgyeim és uraim, ebben a videóban az, hogy az életed nagy feladatai így és úgy is vissza fognak térni, hogyha csak félre rugdalod őket és besötöpöröd a szőnyeg alá, tehát előbb-utóbb fel kell vállalni a csatát. Tegyük is meg, nézzük, hogy mi fog kisülni ebből. Hát egy laza, kétszeres túl, több mint kétszeres reinforcing is deployed. Tehát igen, az a több mint kétszeres túlerőben vannak. Óriási. ja. Nem, körülbelül kétszeres. Jó, maradjunk ennyiben. Tehát zuhanjunk neki a csatának, és akármi fog következni, próbáljuk meg Skeeta módjára viselni. Előttünk tehát Szamandár. Helyesebben még annyira nem előttünk, mert a kedves számítógép úgy döntött, vagy hogy ki ne esek a szerepemből, ezek a homokevő faszkalapok úgy döntöttek, hogy kijönnek a település elé és nyílt színen vállalnak csatát. Skeetával szemben ez lehet, hogy egy rosszabb elképzelés, de még az is lehet, hogy jól jönnek ki belőle. Amint láthattátok, nagyon sok a gyalogsága, ami nekem alapvetően jó volna. De a gyalogságnak nagyon komoly hányada, körülbelül kétharmada távolsági egység, távolsági fegyveres, vegyesen gerelyhajítók és paritjások, ami nekem annyira nem jó. Tehát ez még ahogy esik majd úgy puffan, nem tudom egyelőre. Még amit engedjetek meg nekem, az az, hogy röviden vázoljam az elképzeléseimet. Ugye alapvetően kétféle megközelítést tartanék, alapvetőnek ez a szó ismétlése élve. Az egyik az az, hogy hol vannak az egységkártyáim, így van. Láthatjátok, hogy nem nagyon van gyalogságom. Valamennyi van ugyan, de ez a gyalogság, ez független attól, hogy Medium Mill Infantry-nek nevezi a program, ez nagyon pite. Nagyon pite, tehát nincsenek is Blacksmith-szel feltápolva, vagy semmi hasonló. Teljesen alapszintű gyalogság, abból is a rosszabbik fajtából nem nagyon lesznek képesek megfogni ennyi majmot, ugye különösen úgy, hogy a távolsági fegyvereseik nem is fognak közelharcba bocsájtkozni. Tehát az lett volna az egyik taktikám, hogy a gyalogságommal megfogom őket, amíg alvasságommal kerülök, és rommá lövöm őket, vagy esetlegesen letiprom őket, lerohanom őket. A másik taktikát próbálnom követni, vagyis azt, hogy kivonulok a lovasi jászaimmal, és folyamatosan hátrálva szórom őket. A paritjásaiktól félek, azzal azért lehetnek problémák, de mégis nézzük meg, hogy ebből mi fog kisülni. A gyalogságomat pedig ugye elrejtettem az erdőben, itt a kis kollégák nagymértékben skubiznak kifelé az ajnövényzetből. Ugyanezt szándékozom tenni a tábornokommal is, Demetriával, akit szeretnék besúvasztani majd ide az erdőbe valahogy. Bízunk benne, hogy sikerülni fog, és hát hiába rettegek, gondolom őszintén, ne nagyon pöcsöljünk ezzel, zuhanjunk neki az ütközetnek, ti leszek az egyes csoport, ők legalább páncélozott lovasi jászok, bár hát azért olyan nagyon sokat ez nem számít ebben az esetben. Lehet, hogy nem kéne futtatnom a lovasi jászaimat ebben a sárban, nagyon hamar fognak kifáradni. És még annyit egyébként, hogy Steam Summer Sale van,
Úgyhogy G4Z kollégának köszönhetően egy kis meglepetéssel is készülök nektek ezektől a videóktól kezdve. Nem tudom, hogy lelője-e a poént, vagy majd az íjászaim lelövik konkrétan, és a szó legszorosabb értelmében. Előrébb kívántok-e vonulni, vagy az erősítést várjátok? Ha az erősítést várjátok, akkor jó volna, hogyha tudnám, hogy honnan jön az erősítésetek, és azt szét kéne kapnom, de valószínűleg bevárjátok, ugye? Jó. Akkor lassan, óvatosan haladjunk oda. Tényleg nem szeretném kifárasztani a lovas ijászaimat, amíg nem feltétlenül szükséges. Fogunk még ebben a csatában futni eleget, én úgy vélem. És ha más nem, akkor ha unjátok ezeket a csodálatos képeket, amint szarrá ázottan sétafikálunk az ellenség felé gyomorideggel, akkor azt ki fogom vágni, és találkozunk az arcvonal előtt körülbelül 200 méterrel az íjaink hatótágjainak nagyjából a legvégén. Hát a játékban ugye 125 méterrel, de mindegy. Szóval előre Sakarauga. Őszintén most azért jó jön egy barista. Vagy több. Na jó. Nagyjából közel értünk. Nagyjából, de még azért a lőtávot nem sikerült elérnünk. Úgyhogy még közelebb jövök. Ezt a rövid távot most már lefutom. Elsősorban azért, hogy ne várakozzatok ennyit. Gondolom, hogy csatára vágytok, nem pedig arra, hogy sétálgató embereket nézzünk naphosszat. Bár amilyen szép tud lenni a Rome 2, nekem az is tökéletesen megfelelne bizonyos értelemben. És úgy látom, hogy a parityások már dolgozni kezdenek. Így van, az ő lőtájuk 150 méter, teljesen logikus. Úgyhogy mozduljunk előbbre. Nem foglalkozom most a heavy shot-tal. Helyette küzdjünk egy olyannal, hogy ugye elkezdtünk lőni. Biztos, ami biztos, menjünk még közelebb, és lőjünk még jobban. Ő pedig úgy látszik, hogy nem támad ki. Nem világos, hogy miért nem. Ha mondjuk nem szeretnék a gerelyhajítókhoz közel kerülni a szükségesnél, így van. És megindultak a gerelyesek, úgyhogy induljunk szépen nyugodtan hátra. Különösen a gerelyektől tartok olyan értelemben, hogy komoly veszteségeket képesek esetleg okozni. És úgy látom, hogy célszerű volna összevonnom a brigádot, hiszen a gerelyesek nagyon középre jöttek. Gyönyörű. Illetőleg még azon gondolkodom, hogy hátra vonom a csapataimat, és mozizzunk is egy kicsit. Mert az olyan jó, nem? Élvezitek, szeretitek. Én például nagyon szeretem ezt a látványt, amint átröppennek a nyilvesszők, és igen, erről beszéltem. Elképzelhető, hogy a vér miatt 18-as karikát kell lábigyeztenem mostantól a sorozatra. Őszintén remélem, hogy tetszik ez nektek, hogyha a többség azt mondja, hogy Ákos, ezt a vért, ezt felejtsük el, ilyet ne csináljunk, akkor persze hanyagolhatjuk ezt, de egyőre nem látom azt, hogy ez miért ne lenne egy kicsi előrelépés. Úgyhogy ja, lövöldözzünk. Na, még egy átröppenő nyilvessző köteg. Remélhetőleg ez lesz. Így van. Júj! Hozzuk őket hátra. Túl közel kerültek a gerelyhajítók. És a gerelyek nagyon gyorsan beleakadnak a lovakba. Már futunk is visszafelé, nagyszerű. Fegyelmezetten, ahogy egy lovas nomádhoz illik. És azért csak szórjuk őket hátrafelé. Valahogy így, nagyszerű. Húljon a férgese. Erről van szó. Néhány emberük elbukik. De bízzunk benne, hogy lesz ez még több is. Nagyon jó volna, hogyha a távolsági fegyveres egységeiket ki tudnám inktatni. Mert ebben az esetben sokkal nyugodtabban tudnék dolgozni mindazokkal, akik megmaradnak. És fordítsuk hátra a lovakat, húzzuk ismételten össze a brigádot,
hiszen nagyon középen, nagyon centrálisan támadnak. És jó volna, hogyha minél... Jó volna, hogyha minél többen és sűrűbben kapnák az arcukban a nyilvesszőt. Itt most semmi máson nincsen szó, mint a tűz koncentrációról, meg arról, hogy a lehetőség szerint megúszuk a gerelyeket, hiszen láthatjátok, hogy azért potyognak a lovasaink. Ouch, igen. Hozzuk hátra, na jó. Váltsuk normába, és nagyon jön a lovasságával is, szívassuk meg egy kicsit a lovasságát, jöjjünk még inkább hátra. Így van. Na, a lovassága az vajon mennyiben szereti a nyilvesszőket? Remélhetőleg semennyire. Bukóra hozott ki ez gyerek. Engem az sem fog nagyon zavarni. Jó, most lépésben, nagyon ne fáradjunk. Bassza meg. Aha, igen, erről, ettől tartottam, hogy borzalmasan kifárasztja a sár a lovasságot. De nagyon nem panaszkodhatok, hiszen ezzel voltak éppen az ellenség sincs. Azt a kurva hétszenségét. Nagyszerű. Szóval ezzel az ellenség sincs másképp. Nagyon jó, álljunk. Nagyon nem is kell leállni, csak folytassuk. Szépen lépésben. Eddig nem állunk rosszul. Eddig még nem állunk borzasztóan rosszul. Javaslom, hogy csináljuk azt, hogy húzódjunk hátra nagyjából így. És olyan rohadtul nem kell futni, nagyon nem kell rohangálni. Ti lándzsások vagytok, ugye? Igen, sajnos lándzsások vagytok. Ti viszont mob. Jó, ővelük nem kell foglalkozni, picsába velük. Ők szintén el fognak potyogni, gond egy szál sem. A fejébe kapásból vagyunk. 2-3 gyilveszőt biztos kapott a gyerek. Nagyszerű. Szívesen moziznék még itt veletek, mert én is nagyon élvezem ezt a helyzetet, de attól tartok, hogy közben oda kéne figyelnem, hogy a lovasságomat hogy fogom használni. És ideje rohadtul futni, mert jön a Noble Blood Cavalry, akik hát nehéz lovasok, és egyelőre úgy néz ki, hogy utol fognak minket érni. Vagy nem. Még éppen időben. De nem érnek minket utol. Akkor nyomjunk egy heavy shotot, és kedves kollégáink majd megfogják ezt az őrületes rohamot. Nagyszerű, ideje kitámadnunk. Nagyon fedezetlenül hagyta a parittyásait, ötletem sincsen, hogy ő most itt konkrétan mi a fasz próbálkozik, de nem is érdekes. Nem is érdekes jelen pillanatban. Nyomjunk heavy shotot és precision shot szintén. Az ellenfél nehéz lovasság elhullik a nyilvesszőink keresztüzében, gyakorlatilag sündisztót gyártunk mindenkiből. Most voltak éppen átváltottunk az első taktikánkra, azaz felfogjuk a támadást a gyalogságunkkal, és megpróbálunk kerülni a lovassággal. Mit szóltok hozzá? Jöjjünk ki a jobb oldalra, ott talán több helyünk van, itt húzódjunk hátra, mert támad. Ne is húzódjunk hátra, gázoljuk le ezt a fasz, nem is kell legázolni, menekül magától is. Nagyszerű. Próbálkozzunk meg itt átsunyogni. Jobb oldalon talán több helyünk van, tehát csináljuk ezt. És közelharci lovasságunk masszívan megérte a pénzét, vadászgatják őket komolyan. Most azon gondolkodom, hogy nem is húzom őket hátra. Ez a maradék, ez már elméletileg nem okozhat problémát. Nagyszerű. Még annyit, hogy a nagyobb lőtáv érdekében váltsunk vissza normál nyilvesszőkre. Nagyszerű, gyakorlatilag mindenki megfutamodik most már. Nem ért... és győztünk! Hát, srácok, lányok, megmondom őszintén, hogy most leizzadtam a testsúlyomnak nagyjából az 50%-át, pedig aztán az én testsúlyomban már nem nagyon van mit veszíteni. De magam sem tudom igazából, hogy hogyan, de ezt az ütközetet nagyon szépen megnyertük. Vannak veszteségeink, de nem is gondoltam, hogy nem lesznek veszteségeink. Úgyhogy most már csak egyetlen egy dolog maradt hátra. Mészároljunk le mindenki mást, és gyönyörködjünk ebben. Már amennyiben lehet gyönyörködni abban, hogy embereket gyilkolunk kívülra. De szerintem persze, miért is ne? Skiták vagyunk, nem? Ilyen picsá érne. Oké, vannak ott még emberek? Így van. Gázoljuk le őket, tipporjuk le őket, és a lehetőleg igyekezzünk azt megcsinálni, hogy ne meneküljön el senki, tehát ténylegesen most már csak ennyi van hátra, hogy csapjuk szét az menekülőket. Igen, ők is menekülnek, ők is... Igen. Azért kell most egyenként neki küldenem őket, mert mint láthatjátok, gyakorlatilag kifogytunk nyilvesszőből. Teljes mértékben kifogytunk nyilvesszőből.
úgyhogy most már csak ez maradt hátra, és bár az ütközetet megnyertem, azért próbálom ilyen elánnal kergetni a menekülőket, mert nagyon nem mindegy, hogy hányan fognak elmenekülni, hiszen annyival, annyian esetleg hát őket már nem fogom utolérni, de azért a rend kedvéért rájuk küldöm őket, rájuk küldöm a lovasságot, és szintén zenész. Tehát azért érdekes mindez, mert nem mindegy, hogy hányan fognak még csatasorba állni, és azért nem képernyőn kívül, tehát nem videón kívül végzem ezt az igazán tiszteletre méltó tevékenységet, hogy ti is részesülhessetek a győzelmünk elsődleges örömében, azaz az abban, amint vérbe fullasztjuk ezt a hadsereget. Fantasztikus. Még esetleg van-e ember, akit meg tudunk nyúzni? Hát ők már teljes mértékben el fognak menekülni. Így van, némi kis csalással élve ezzel meg tudom nézni a taktikai térképen is, hogy mi van. Hát így van, még itt néhány kolléga, de ez most már csak igazán pár szerencsétlen városlakó. Úgyhogy igazán nem egy problémás helyzet. Őt ilyenkor kit próbáltok támadni még annyit, hogy de nem kell annyira elfutni, érted, mert itt vannak ezek a csávok, tehát tök jó volna, hogyha őket próbálnánk lemészárolni. Szívemnek roppant túl kedves volna, hogyha nem futkároznánk sehova, hanem ezeket néznénk itt ki magunknak. Valahogy így, nagyszerű. Tényleg most már csak el is kéne találni a gyereket, és akkor nem lesz probléma. Kiváló, kiváló. Így van, így van. Így van. Hölgyeim és uraim, egy megnyugtató győzelem.